A múlt alkalommal sorozatunk első előadásában azt az alkotói folyamatot igyekeztünk megérteni és felvázolni, hol időrendi, hol logikai sorrendbe állítva a mozzanatokat, amelynek során Wagner egyrészt kihámozva a mondából annak történelmi politikai tanulság magvát, sikeresen visszavezette a Nibelungének eseményeit a történet origójához, az Edda dalok istenmitosz rétegéhez, és megírta 4 összefüggő verses drámájának szövegkönyvét. Másrészt ezzel egyidejűleg a megzenésítés első próbálkozásának kudarcából is tanulva, minden részletében végig gondolta a mitikus és mondai téma természetével összeegyeztethető opera műfaj zenei és dramaturgiai problémáit. De mintegy 5 esztendő során 1848 és 1853 között azt valósította meg magasabb szinten, elméletileg is tudatosabban, gyakorlati vonatkozásban meg mintegy 15 órányi zenei-drámai anyag összefüggéseinek lehetőségeit és azok rendszerét latolgatva, amiről már a Tannhäuser komponálása közben azt hitte, hogy tudja és csinálja, pedig akkor még csak sejtette az új, alakuló opera műhely alaptörvényét. Az idevágó, rendkívül érdekes levél címzetje egy berlini zenei újság szerkesztője, Gájár, és az 1844. januárjában kelt írás szövege így hangzik. Én nem úgy dolgozom, hogy kiválasztok valamiféle tetszés szerinti témát, azt megverselem, majd gondolkodni kezdek, hogyan csináljak hozzáillő zenét. Ha így járnék el, annak a veszélynek tenném ki magam, hogy kétszer kellene ihletett állapotba kerülnöm, ami lehetetlen. Nem, én másképpen dolgozom. Először is csak olyan téma vonz, amely bennem nem csak a költőt, hanem a zeneszerzőt is megmozgatja. És mielőtt a verselésbe kezdenék, mielőtt akár egyetlen jelenetet is felvázolnék, már megrészegít alkotásom zenei atmoszférája. A fejemben van minden hang, minden jellegzetes motívum. Így azután, amikor a versek elkészültek és a jelenetek rendje kialakult, számomra voltak éppen már készen is van az opera, és a részletes zenei kidolgozás már inkább csak nyugodt, higgadt, utólagos munka, amelyet a tulajdonképpeni alkotás mozzanata már megelőzött. Ehhez azonban kizárólag olyan témát szabad választani, amely egyes egyedül zenei kifejtésre alkalmas. Sohasem választanék olyan témát, amelyet egy ügyes színházi szerző éppen jól felhasználhatna egy színdarab megírásához. Mint zenész azonban olyan témákat választhatok, olyan szituációkat és kontrasztokat találhatok ki, amelyek a drámaírónak, aki a színdarab szempontjából közeledik hozzájuk, feltétlenül idegenszerűek maradnak. Valószínűleg itt van az a pont, ahol az opera és a színdarab útjai teljesen szétválnak, és mindegyik nyugodtan mehet a maga irányába. Ha a mai drámaíró feladata az, hogy korunk anyagi érdekeltségét morális nézőpontból kiindulva megtisztítsa és átszellemítse, az opera szerzőre, a zeneszerzőre marad, hogy a szent költészet egészét, úgy, ahogy azt az ősidők mondái és elbeszélései számunkra összehordták, a maga sajátos atmoszférájával, illatával elénk varázsolja, mert a zene itt olyan kombinációk eszközéül szolgál, amelyek csak a költőnek nem állnak rendelkezésére. A műfaj és zenedramaturgiai reform, amelyet a Tannhäuser írója és komponistája ebben a most idézett 1844-es levelében felvázolt, tehát, mint már tudjuk, csak a Nibelung gyűrűje című drámasorozat komponálásának idejére ért meg Wagnerban. Sorozatunk első előadásának zenei példáival éppen az új operatípus egyik leglényegesebb vonását, az emlékeztető motivumok zenei és lélektani kapcsolatának rendszerét igyekeztem érzékeltetni. Láttuk, hogy Wagnernak a Rajna kincsében, amit valószínűleg ezért nevezett a 3 következő estén elhangzó zenedráma trilógia előjátékának, éppen ez a zenei-drámai motivumteremtés, a színpadi zenei cselekménybeli motivumok vonatkozási rendszerének megalapozása, ezzel a zenei emlékezet
adatbankjának megteremtése, létrehozása volt a legfőbb gondja. A motivumok zenei karakterének, jellegének kiválasztása, meghatározása az elmondottak értelmében nem lehetett öncélú. Vagyis Wagner legalábbis a gyakran szerepeltetendő motivumok zenei megfogalmazásán dolgozva nem elégedhetett meg egymástól független, bármi kitűnő motivum karakterekkel, nem elégedhetett meg egy-egy képszerű vagy hangulatilag erőteljes, jellegzetes önálló zenei képlet kialakításával. Wagnernak motivum családokban kellett gondolkodnia, amelyeknek tagjai, vagyis az egyes gondolatokhoz, érzelmekhez, tárgyakhoz, cselekménymozanatokhoz fűződő motivumok egyrészt a zenei stílus szempontjából közelrokonok, másrészt, mint egy összefüggő szimfonikus variációs mű elemei, jól egymásba kapcsolhatók és egymást helyettesíthetik is. Egészen egyszerű példával élve, egy ilyen motivumcsalád összetartó zenei központja lehet a hármas hangzat gerincű tematika, vagy a skálaszerű dallam, és így tovább. Félreértenénk azonban Wagner műhelyének problémáit, ha azt gondolnók, hogy e motivumcsaládok komponálását ő szűkebb értelemben vett zenei feladatként értelmezte és oldotta meg. Egyáltalán nem erről van szó. A zenei motivumok megfogalmazása, még inkább azok alkalmazása, felhasználása a zenei folyamatban elválaszthatatlan a drámai koncepciótól. Ma először is ezeknek az összefüggéseknek a mikéntjeit, a hogyanjait próbálom érzékeltetni. Legutóbb láttuk, hogy a zenei mitoszteremtés, az őselem, a víz, ha tetszik, a folyó zenei képével kezdődött. A dur hármas hangzat, a mögötte rejlő diatonikus skála, a felhangok rendjére való utalás, a kürt szín és a többi már említett jellegzetesség e bevezető zenét hallgatva mind-mind a természettel, az ember által meg nem érintett, meg nem bolygatott természettel azonosult bennünk. És Wagner ezt a stílust az egész este során következetesen a nagy természetképek zenei megjelenítésére használja, hogy azután később a ciklus többi darabjában majd a természetes, az ösztönös, a romlatlan jelleg, sőt, esetleg a pozitív hős képviseletében léptesse fel, szembeállítva a természetellenessel, azaz az elrontott, megrontott emberi világgal, társadalommal, vagy az élet negatív vonásaival. Mi egyelőre maradjunk a hármas hangzat, a diatónia, a durzene, a rajnakincsebeli nagy kiterjedésű, összefüggő zenei felületeinél, Wagner állóképszerű, tabló jellegű, stabilitást, állandóságot, nyugalmat, rendet sugárzó természetképeinél. Emlékszünk még, ez volt a víz zenéje, egyúttal a világteremtés misztériumának kezdete. Ma egy kissé tovább hallgatjuk, hogy megismerkedjünk a rajnai selők első tercetjével is. Pentatonizáló dallamuk épp úgy az ősi, az eredet zenék stiláris tartozéka, mint énekük bölcsődalokra emlékeztető ringató varázsszövege.
ha röviden is, ugyanebből a stíluskörből villan elénk a folyó mélyén ősi álmát alvó csillogó arany, a természetkény zenéje. Fényét a hegedűk hangjának trillához hasonló lassú mozgása közvetíti felénk, a rajnai arany témája Wagner természet hangszerén kürtön zendül a mélyből, majd a sellők éneklik az arany szépségét dicsőítő C-dur tercetjüket. A természetzene stílusának egy újabb megnyilatkozásaként komponálja meg Wagner az isteneket örökifjúként megtartó almás kert zenéjét. Freja kertjében aranyalmák nőnek. Alig ha csodálkozunk ezek után, ha megtudjuk, hogy ugyanebben a zenei stílusban jelent meg Wagner képzeletének egén az a szivárványhíd is, amelyen át a vihar elmúltával az istenek, élükön Wotannal, az istenek királyával és feleségével Fricka istenasszonnyal új otthonukba, a várba vonulnak. Mivel ez szivárványzene előjátéka, a múltkor már idézett viharzene is a nagy természettabló közé tartozik, a kettőt most megszakítatlanul hallgatjuk végig, már csak azért is, mert így az azonos stílus háttérérzékelése mellett, eddig erre koncentráltunk, az egyes képeket jellegzetessé tévő hangszínekre és egyéb különös vonásokra is felfigyelhetünk. A viharmotívumot kürtök kórusa zendíti meg, majd trombita is harsona folytatja, csupa részfúvós hangszer, körülöttük a lég hullámmozgását vonós hangszerek érzékeltetik. A szivárvány hármas hangzat témáját egészen más, lágy tónusban brácsák, cselló, kürtök, basszusklarinét és fagott segítségével éneklik. Felettük a hullámzó motívum hat hárfára hangszerelve, és a hegedűk zsongó motívumaival kiegészülve valósággal sziporkázik, hamisítatlan szivárvány jelenségként tárul lelki szemeink elé.
Végül a halványodó, szivárványos égbolton a naplemente előtti óra varázsos megvilágításában elénk tárul a vár, amelynek témáját a Wagner által a Nibelung gyűrűje előadásaira tervezett és készítetett kürtfúvókával megszólaltatott bársonyos színű hangszerek, úgynevezett Wagner túbák kezdeményezik. Itt az ideje, hogy megismerkedjünk a Nibelung gyűrűje című drámasorozat alapproblémájával, a történetet útjára indító legfontosabb cselekménymozzanattal. Éppen ennek a felvázolása során igyekszem majd bemutatni a zenei, drámai motivumok egy másfajta összefüggését, utalási rendszerét. Ezzel ki is lépünk majd a tematikus és stiláris azonosság vagy hasonlóság eddig megőrzött, drámai értelemben viszonylag statikus keretéből. A motivumok ilyenfajta szűkebb családi kapcsolatainak köréből. Az 1848-as Nibelung mitosz című drámavázlatát Wagner a következő világképpel kezdi. Idézem. Az éjszaka és a halál ölében fogant egy nemzetség, amely Nibelheimben, a köd világában, azaz föld alatti sötét szakadékokban és barlangokban lakik. Nibelungoknak nevezik őket, nyugtalan, szüntelen tevékenységben fúrják keresztül kasul, mint a férgek a halott testét, a föld belsejét, izzítják, tisztítják, kovácsolják a kemény fémeket.
a tiszta nemes rajna aranyat Alberich szerezte meg. Ellopta azt a víz mélyéből, és nagy, cseles művészettel gyűrűt kovácsolt belőle, amely egész nemzetsége a Nibelungok fölött teljhatalmat biztosított számára. Így lett az uruk, arra kényszerítve őket, hogy ezentúl csak neki dolgozzanak. Így gyűjtötte össze a mérhetetlen Nibelung kincset, amelynek legjelentősebb darabja egy kötsüveg, amely által bármely alakot felölthetett, ennek kovácsolására testvérét, Mimét kényszerítette. Így felszerelve Alberich a világ és annak minden lakója feletti uralomra tör. Az óriások e dacos, hatalmas őslények nemzetségének vad kényelmét zavarja ez. Mérhetetlen erejük, egyszerű józan eszük az uralomra vágyó Alberich alattomos ravasságával nem szállhat szembe. Aggodalommal látják, hogy a Nibelungok csodálatos fegyvereket kovácsolnak, amelyek emberhősök kezében egyszer majd az óriások hatalmának letűnéséhez vezetnek. Ezt az ellentétet használta ki az istenek minden fölött való uralomra felnövő, megérő nemzetsége. Wotan arra szerződik az óriásokkal, hogy várat építsenek az isteneknek, akik onnan biztonságban saját rendjük szerint uralkodhatnak a világ fölött. Amikor a vár elkészül, az óriások bérül a Nibelungok kincsét kérik. Egyelőre ennyi elég is idézetként Wagner Nibelung mitosz című 1848-as drámatervéből ahhoz, hogy megértsük a Rajna kincse eseményeinek hátterét, és hogy tovább vizsgáljuk Wagner zenedráma sorozatában a motivumok kapcsolatára épülő dramaturgiát. Nos, a születés, a keletkezés misztériumának élménye után, az ősrend, a természetes állapot bemutatása után, hiszen ez volt az Esz-dur zenekari előjáték, az azt követő első sellőtercet, valamint a vízben csillogó arany zenei képének dramaturgiai funkciója, Wagner fölépíti számunkra a Nibelung gyűrűje zenei színpadát, megteremti az ég, a föld és a föld alatti világ zenei rendjét. Az óriások, a föld jelenlegi lakói Wagner drámavázlatának érvelése szerint passzívak, azaz megelégednének a status quo fenntartásával. A gyűrű csak azért kell nekik, hogy mások, elsősorban Alberich birtokaként, mint legyőzhetetlen hatalom, ne fenyegesse nyugalmukat. A Nibelungok és az istenek viszont, mint hallottuk, világuralomra törnek. Ebből az elemzésből következett Wagner számára egy szimmetrikus világrend felépítésének lehetősége. Jakob Grimm elmélete animálta Wagnert az istenek és a Nibelungok egymást tükröző bemutatására. A világ ilyenféle szimmetrikus rendjét az északi mitológia nem ismeri. De éppen a szimmetria következete egy zenei-drámai kiépítése teszi oly hallatlanul szilárdá a Rajna kincse szerkezetét. Már a drámavázlat idején világos volt Wagner számára, hogy bár Wotan a korábbiakhoz képest magasabb rendű, törvényes világot igyekszik létrehozni, fogja saját kizárólagos világuralmi ábrándjainak. A Wotan és Alberich közötti hasonlóságot olyan szövegi, drámai párhuzamok is éreztetik, mint hogy Alberichnek a gyűrűért meg kell rabolnia a természetet, és Wotannak, hogy kifizethesse a várépítő óriásokat, ugyancsak el kell rabolnia a gyűrűt Alberichtől. Vagy, hogy, mint majd látni fogjuk, Wotan hatalmi vágyában épp úgy ragaszkodik a gyűrűhöz, mint a Nibelungok ura. A Wotan-Alberich párhuzam lényege azonban zenei természetű. Első és legfontosabb bizonyítéka ennek a Nibelungok és az istenek hatalomjelképének, a gyűrűnek és a várnak a tematikus azonossága, legalábbis közeli analógiája. A Rajna kincse első jelenetének epilógusában, a gyűrű motivumából háromszoros alakváltással fülünk hallatára születik a vár témája. Az ereszkedő, majd emelkedő tercek gyűrűzése az utolsó fázisban egy még simább átmenő szekundlépéssel itt is, ott is azonos. Természetesen a különbségek is jellemzőek. A gyűrű motivum inkább hangmagassághoz, mint hangnemhez kötődik, hiszen egy kiismerhetetlen hatalom jelképe. Másrészt az arany természeti eredetére utal hangzásának ötös hangzat jellege, továbbá fafúvós vagy vonós kürt színbe öltözik.
Ezzel szemben a vár témája mindig azonos szerkezetű, egyértelműen hangnemhez kötött, és a Wagner tubák állandó hangszínéhez kapcsolódó durzene, amely a természetképek stabilitásának és a lebegő álomképnek sajátosan kevert asszociációját kelti fel bennünk. Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy Alberich gyűrűje és Wotan vára ugyanazon zenei ideje a kétféle karaktervariációja. A gyűrű hatalom színhelye Nibelheim, a köd, a homály föld alatti birodalma. Hangneme következetesen bémol. Annyira az, hogy Wotan és Loge Nibelheimbe érkezését egy 60 ütemen át tartó F hang készíti elő, ezen, mint egyértelmű hangnemi kapun át lépnek az istenek a Nibelungok országába. Amikor később Alberich, hogy megszabaduljon kötelékeitől, amelyel Wotan és társa Loge isten ejtette fogságba, a gyűrű erejével felparancsolja Nibelheimből rabszolgáit, és a törpe had a bánya mélyéről a föld felszínére kezdi hordani az aranyat, ismét 60 ütem egy zárt bémol szakaszba fut a zene, és soha máshol az egész partitúrában. Alig ha kétséges, hogy a bémol így egyértelműen az égi birodalom a vár Desdúriának árnyékát jelentette Wagner számára, hiszen az ő zenei világképében egy dur hangnem párja elsősorban az úgynevezett párhuzamos mol hangnem volt. E döntő megfelelések mellett Wagner gondoskodik egy-egy rokon szövegű zenei csúcspont azonosságáról, rímszerű megfeleléséről is, hogy a fenti és a lenti világot zeneileg egymásban tükröztesse. A vár és a gyűrű, mint hatalomjelkép, Wagner értelmezésében, a Rajna kincse második jelenetében, tehát a gyűrű Wotan általi elrablása előtt fel is cserélhető. Frika istennő, Wotan hitvese a gyűrű motivummal utal Wotan könnyelmű szerződésére, amely a vár építésére vonatkozott, általában a férfiak hatalomvágyára. És ugyanezzel a gyűrű motivummal utal feleletként Wotan Frika hatalomvágyára. Építj várra vágytál te is, sőt kérted, hogy építsék fel, mondja. És miközben a gyűrű motivumot halljuk, a színpadon előttünk magasodik a vita tárgya, a vár. Che dir par frica
A gyűrű és a vár, a mélység és a magasság, az alvilági és az égi uralom és hatalom koncepció zenei azonosítása volt Wagner mitosz teremtő munkájának második fázisa. Az Alberich-Wotan párhuzam további megfigyelése vezet bennünket beljebb is Wagner zenedráma ciklusának központi gondolata felé. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy a Nibelung mitoszt, tehát az 1848-as drámatervet, amelynek kiindulását már ismerjük, idéztem, a Rajnakincse 1851. novemberében keletkezett prózavázlatától döntően megkülönbözteti a szerelemről való lemondás motívuma. A mitoszban ez még nem szerepel. A zenedráma szövegkönyvében viszont már ez a feltétele annak, hogy Alberich erőszakkal megszerezhesse az aranyat a Rajna sellőitől. Márpedig ez nem kevesebbet jelent, mint hogy Wagner az elrabolt aranyat, mint a bűnös hatalom eredendő jelképét a természet ellenes viselkedés szimbólumával azonosította. Az elrabolt aranyból kovácsolt gyűrű nem csak azért jelképe hát a természet ellenes hatalomnak, mert megszüntette az arany természetkincsi jellegét, és nem csak azért, mert a föld alatti élőlények világában a természetes állapottal szemben megteremtette Alberich kizsákmányoló egyeduralmát a rabszolgává tett Nibelungok fölött, hanem, és elsősorban azért lehet a természet ellenes hatalom szimbóluma, mert csakis a szerelem, tehát a minden élőlényt jellemző fajfenntartási ösztönt az emberi világban reprezentáló érzés megtagadása, megátkozása révén volt elérhető. Bár a Nibelung gyűrűje című drámaciklus hallgatója számára a gyilkosságok és árulások sorozata Alberich második átkának következménye, vagyis a dolgok akkor fordulnak rosszra, amikor Wotan elrabolja Alberichtől a gyűrűt, amit az megátkoz, a mindent rossz irányba fordító drámai mozzanat valójában a Rajna kincse sellő jelenetének az a pillanata, amikor Alberich voltaképpen önmagát átkozza meg azzal, hogy lemond a szerelemről. Felvillantjuk mind a négy vonatkozó hangképet. Először azt a kivételesen énekes fogantatású témát halljuk, amellyel a három sellő egyike kimondja az arany titkát Alberich előtt. Csak az, ki az érzésről lemond, szerelmet és vágyakat elűz, az képes gyűrűbe fogni a színaranyat, senki más. A rajnai arany elrablásának mozzanatát idézi a következő hangkép. A lemondás, a természetkincs, a gyűrű, sőt egy pillanatra a Nibelung rabság motívumaival. Das Licht der Stadt entreißt
Az istenek föld alatti utazásának víziója és Nibelheimbe érkezésük megrendítő képe következik. Alberich korbáccsal a kezében kényszeríti a népét rabszolgamunkára, testvérét, Mimét, a gyűrű erejét kiegészítő, láthatatlanná varázsoló szerszám a mindenféle alakcserére képessé tévő kötsüveg elkészítésére. Végül a dráma eseményeit közvetlenül kiváltó második átok pillanata, a hámol jelenet következik a Rajna kincse negyedik jelenetéből, már ismét fenn a hegytetőn, ahol Loge, miután Wotan erőszakkal lehúzta a megkötözött Alberich ujjáról a gyűrűt, már eloldozta a Nibelung király kötelékét. Sehr er die Sorge und wer ihn nicht hat,
Most már eleget tudunk ahhoz, hogy tovább közeledjünk a Wotan-Alberich párhuzam problémájához, és eltűnődjünk azon az ellentmondáson, amely egyik oldalon a gyűrű és a vár zenei azonossága, illetve analógiája, a másik oldalon a világnak jó törvényt adó Isten és a rossz törvényt adó Alberich megkülönböztetett, sőt ellentétes portréja között feszül. Wagner a Rajnakincsében minden látszat ellenére voltaképpen arra tanít bennünket, hogy Alberich és Wotan egymás tükörképe. Sőt, ha e képek mögé nézünk, a két rablás közül Alberich tettét indokoltabbnak érezzük, mint a Wotanét. Wagner ugyanis a Rajnakincse első jelenetében, még a lemondás előtt részletesen megfesti a szerelmes Alberich képét, megkomponálja a sellők után settenkedő, mind a három lány által felültetett, kijátszott, kinevetett, visszautasított gnóm udvarló zenéjét. Nem csak a szószátyár Voglinde és Velgunde, hanem az óvatosabb, bizalmatlanabb Flosshilde is azért beszélhet gondtalanul az aranyból készíthető gyűrű hatalmáról Alberich előtt, mert az arany megszerzésének feltétele a szerelemről való lemondás, és erre saját tapasztalatuk alapján tartják képtelennek Alberichet. Ime Flosshilde és Alberich szerelmi kettősének Alberich őszinte vágyát igazoló részlete. Hässlich darf ich sie halten, seit ich sie kann, dass das sie. Seh mir vor, zu süß und fein, wie mir verführt es dein Ohr. Ihr zart, zuckt und zehrt sich das Herz, lacht mir so zierliches Lob. Wie deine Anmut mein Aug erfreut, deines Lächelns Liebe. Vagyis Wagner Alberichet, mint a természetes vágy reprezentatív megtestesítőjét mutatja be. Éppen azáltal, hogy ennyire erősen él benne a vágy, válhat kielégítetlenségében e vágy ellenségévé. Azért rabolja meg a természetet, mert a természet kitagadta őt. A gyűrű bosszú a szerelem nélküli életért.
A vágyat azonban Alberich nem tudja megölni. Még Nibelheimben is, ujján a hatalmat jelképező gyűrűvel, kezében a korbáccsal, övén a kötsüveggel. Nem csak gyűlöli, hanem irigyli is az isteneket könnyű és szerelemmel teli édes életükért. Éppen mert nem tudta megölni a vágyát, szabná ki a világ minden élőlényének büntetésként az övéhez hasonló öröm nélküli életet. A szemben lévő tükörkép, a Wotané, ugyanakkor teljesen nélkülözi, zeneileg is nélkülözi a szerelmes férfi vonásait. Sőt, míg Alberich a hatalom birtokosaként sem képes elfeledni Velgunde ifjúi szerelmet kínáló dallamát, Wotan, ha a nála erősebb természettörvény nem kényszerítené, Freyját, a szerelem istennőjét is feláldozná a hatalomért, a még nagyobb hatalomért. Az óriások ugyanis, a Nibelung mitosztól eltérően, a Rajna kincse prózavázlata szerint eredetileg Freyja istennőt alkották ki Wotannál az építés béréül, és csak a gyűrű kivételes értékét Wotannal egy időben felismerve mondanak le Freyjáról a gyűrűért. Hogy a gyűrű megszerzésére rákényszerítsék az isteneket, Tuszként magukkal vitték Freyját, akinek jelenléte, mint tudjuk, hiszen nemrégen hallottuk az aranyalmák zenei természetképét, az égiek örök ifjúságának záloga. Wotant éppen a Tusz Freyja kényszerű távozása után elsápadó, elgyengülő, öregedő istenek látványa késztette a Nibelheimbe való utazásra, a gyűrű akár rablás általi megszerzésére is, hogy kiválthassa vele Freyját. De a gyűrű birtoklása végleg elhomályosítja a tudatát. Wagner Wotant eddig is kizárólag a hatalom szerelmeseként és megszállottjaként ábrázolta, akinek képzeletvilágát teljes egészében a hatalom ábrándja, illetve szenvedélye foglalja le. Nem véletlenül jelent meg a vár zenei képe a Rajna kincse második jelenetének kezdetén Wotan álmában. És amikor Loge elbeszéléséből megértette a gyűrű birtoklásának jelentőségét, azonnal rabja lett a megszerzés gondolatának. Kész megfeledkezni a Rajna sellőiről is, akikhez a világ rendjének őrzőjeként vissza kellene juttatnia az elrabolt aranyat. Sőt, hogy saját rablótettét indokolja, Alberichel szemben demagóg módon éppen a sellőkre hivatkozott. És amikor a külvilágról szinte teljesen elfeledkezve végre újjára húzhatja a rablott gyűrűt, úgy érzi, hogy álmainak álma teljesült be. Kapcsolódjunk vissza az események menetébe. Az óriások az imént már megérkeztek túszukkal, de Wotan még mindig teljesen elmerül a gyűrű szemléletébe. Amikor pedig váltságdíjként ezt is oda kellene dobnia az aranyhalomra, hogy a feltételek értelmében a gyűrű eltakarja a szerelmes fazolt óriás tekintete elől Freyja szemét, Wotan szorult helyzetében végre kimondani kényszerül eddig rejtett legtitkosabb gondolatát. Mit megszereztem végre, senki másnak át nem adom, és nem adja a gyűrűt. Az istenek, az óriások, mindenki döbbenten áll. A színpad, amely a Tusz Freyja közelettére visszanyerte fényét, újból elsötétül. Emlékezzünk, Wotan gyűrű iránti vágyát nem indokolja az őt kisemmiző természet elleni bosszúszom, mint Alberich esetében. A gyűrűre irányuló vágya, hiszen Wotannak már van gyűrűje, van vára, az Istent azzal az Alberichjel azonosítja, aki telhetetlenül hordatja maga elé az aranyat éjjel-nappal Nibelheimbeli rabszolgáival. A hatalomvágy, amely annyira leküzdhetetlen Wotanban, hogy saját világrendjét is kockáztatja miatta, bennünk összemossa Alberich és Wotan név és látvány szerint jól elkülönített portréját. Megsejtetve, miért nevezi majd a Siegfried színpadán Mime a bátyját Schwarz Alberichnek, Wotant Licht Alberichnek, végeredményben egyfajta sötét és világos változatának.
Ez a pillanat a mélypontot jelenti Wotan életében, történetében, fejlődésében. Ezen a ponton a dráma minden szemlélője rádöbben, hogy az istenek uralmukat, a világ látszólagos békéjét erőszakra és cserre alapozták. Mindenki megérti, hogy Wotan sohasem akarta Freyját az óriásoknak adni, mert arra számított, hogy a ravasz lóge isten vagy félisten majd csellel kifog a buta óriásokon. Mindannyian tudjuk, hogy a rablás árán teljesített szerződés új igazságtalanságok forrása. Tudjuk, hogy a nagy nehezen helyreállított világrend most már kettősen labilis, azzá teszi a természettől rabolt kincs, mint a hatalom forrása, és a második rablás miatt hozzátapadó átok, a sötét és a fényes Alberich bűne. Bennünk tehát már a helyzet következménye is felsejlik. Wotan maga azonban még nem ébredt rá, milyen helyzetbe sodorta önmagát, az istenek hatalmát, a világot. Különös szituáció. A dráma főhősénél, az istenek királyánál, a színpadon és a nézőtéren mindenki bölcsebb ebben a pillanatban. És ekkor végre a zene jelzi számunkra, hogy valami elkezdődik. A darabot indító ezdur kürtéma moll változatának visszatérése a születés, a kezdés mozzanatára emlékeztet, tehát a tovább mozdulás gondolatát sugallja. A meginduló folyamat azonban ezúttal nem kin játszódik a természetben, hanem belül az emberi tudatban. A földből kékes fény kíséretében a föld anya alakja emelkedik ki. Erda mind nevénél, mind motivumánál fogva nyilvánvalóan természeti jelenség, a víz elemi párja. A mi gondolatmenetünk számára mégis inkább Wotan elhallgattatott, és most a tudat fényébe emelkedő isteni értelmét még inkább természetes ösztönét jelenti. A cismolnak semmi köze a Rajna ezdúrjához. A cismol a dezdúrnak, a várnak, azaz Wotan illúziójának, hatalmi ábrányának az árnyékhangneme. És hogy az, az Erda téma orkesztrálása is egyértelművé teszi. A vár Wagner túbáinak színe kapcsolódik hozzá. Wagner August Röckelnek írott 1854. január 25-én, tehát közvetlenül a Rajna kincse kompozíciós vázlatainak befejezése után kelt leveléből tudjuk, hogy Erda, Wotant intő, a gyűrűtől óvó szózata eredetileg így hangzott, idézem. Bealkonyul az isteneknek, szégyenben végzi a nemes faj, ha meg nem szabadul a gyűrűtől. Ebben a fogalmazásban nyilvánvalóan benne rejlik az ígéret, hogy ha Wotan odaadja a gyűrűt, még megállítható a vég. Nem következik szürkület. Wagner azonban elégedetlenül ezzel a megoldással újra fogalmazta a szöveget. Nem csupán a szavakat változtatva meg, hanem a jóslat értelmét is, és ezzel az egész drámaciklus irányát. Most csak annyit mondatok Erdával, folytatja a levélben, mindaz, mi van, véges. Az istenek alkonya eljő, és egy gyűrű rejti a vészt. És hozzáfűzi Röckelnek magyarázatként. Meg kell tanulnunk meghalni. Meghalni a szó legteljesebb értelmében. A végtől való félelem minden szívtelenség, szeretet nélküliség forrása, és csak ott jön létre, ahol a szerelem már elhalványodott. Később így folytatódik a levél. Minél inkább erősebbé válik a bajt hozó hatalom, a szerelem tulajdonképpeni mérge, amelyet a természettől elragadott és beszennyezett arany, a Nibelung gyűrűje testesít meg, annál nyilvánvalóbb,
hogy a hozzátapadó átok nem oldható fel, csak akkor, ha az aranyat a természetnek visszaadják, ha ismét a rajnába süllyesztik. Votán ezt is csak tragikus életpályájának végén, utolsó célként ismeri fel. Fafner tettét, a testvérgyilkosságot látva is, csak az átok hatalmát ismerte fel. Csak akkor, amikor a gyűrű miatt Siegfriednek is pusztulnia kell, érti meg, hogy egyedül az elrabolt kincs visszaszolgáltatása szünteti meg a szerencsétlenséget, és ide kapcsolódik, mint a legősibb jogtalanság eltörlésének a feltétele, hogy ő maga akarja saját pusztulását. Minden a tapasztalat. Így jelöli ki Wagner a Rajnakincse kompozíciós vázlatainak végére jutva a teljes Nibelung ciklus irányát. Térjünk vissza utoljára a Rajnakincse Cismol jelenetéhez. Erda új, végleges jóslatszövegének hátterében az alkonyul szó árnyékaként jelenik meg a partitúrában először a motívum, amely később majd az Istenek alkonya, az Istenek pusztulása gondolatához kapcsolódik zenei epitetonornászként. Az Erda motivum pontos megfordítása. A kettő, a felemelkedő, majd a leszálló ág együtt ugyanazt a dallam vagy sorsvonalat rajzolja ki a hangtérben, mint a gyűrű, annak a tükörképe. A gyűrű motivum eredeti alakja is felhangzik, közvetlenül utána, a jóslatnak tulajdonképpen itt van vége. A pengetett vonós hang hallgatásakor olyan érzésünk van, mintha a sors fonala szakadt volna el. Ez a téma az, ami ettől kezdve nem hagyja nyugodni Wotant. Nem az átok, amelynek hatalmáról pár pillanat múlva, amikor Fafner agyonüti Fazoltot, meggyőződhet. Nem a Rajna sellőinek a mélyből felhangzó panasza, amely pedig erőteljesen ellenpontozza a várba vonuló istenek diadalmenetét. Nem is a kényszerű szövetséges Loge elkülönülése és ironikus megjegyzése, végzetük elébe sietnek, mondja. Csak is Erda jóslata, mint Wagner fogalmazta, a meg kell tanulnunk meghalni gondolat. Mi szorongás feszélyez, rosszat rejt nékem a sors, énekli Wotan, és a zenekar ismét az Erda témát játsza. De valami már világosodik Wotanban. A vár, a gyűrű és az átok motívuma a tetralógiában először kapcsolódik össze egyetlen motívumláncba. A színpad és a zenekar vásznán a természet és a csorbítatlan hatalmú istenek mitoszának lenyűgöző freskói, a vihar, a szivárvány és a vár stabil képei jelennek meg. De Wotan számára mindezek csak a megoldás ábránt képeit jelenthetik. Donner viharában azonban Zsigmond alakja születik, és a szivárvány híd mögött az alkonyi fényben ragyogó vár, amelybe az Isten most már a közeledő éjszaka elől menekülne, végül is pozitív jelképé válhat.
Felvillan a trombita szólamban a már mi általunk is ismert nagy gondolat, a C-dur kart téma, az emberi nem megteremtésének, az isteni terv szolgálatába állításának, az istenek által elrontott világ emberek általi helyrehozatalának gondolata. És hiába lóge fenntartása, hiába a sellők siráma, a várat köszöntő voltán már új úton jár. A Desdur téma minden közbevetés utáni hatalmas erejű repríz formaként való lezárása, az üsdobok triolái és trillái, a zenekar őrjöngő diadalmámora nem csak a drámai kérdőjeleket halványítja el, hanem ellensúlyozni tudja azt a döntő fölényt is, amely Alberiché volt Wotannal szemben szinte a teljes darabon át. Attól a Wotann portrétól, amiről a Röckelhez írott levélben olvastunk, azaz, hogy az ősbűnt megszüntetendő, ő maga akarja saját pusztulását, még nagyon messze vagyunk. Sőt, mintha éppen ellenkező irányba indulna el hősünk. A lemondás gondolatának elfogadása felé a kart témával sugalt tettek mezején át. De Wotann végül is éppen a változni tudásában emelkedik Alberich fölé. Mint ugyanebben a Röcklnek szóló levélben olvassuk, idézem, a teljes költemény menete eszerint arra tanít, hogy ismerjük el a szükségszerűséget, a változást, a különfélességet, a sokféleséget, a valóság és az élet örök megújulását, és adjuk át magunkat e szükségszerűségnek. Wotann abba a tragikus magasságba emelkedik, hogy akarja a saját bukását. Ez minden, amit az emberiség történetéből tanulnunk kell. A szükségszerűt akarni és beteljesíteni.